beszámolást kérnek a gyaktól, üléseztek a képviselők. Figyelemmel az útra, összehangolt közúti ellenőrzés. Magyarország borvidékei bélyeg kiállítás a művelődési házban. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, jöjjenek a részletek! A Gyöngyösi Atlétikai Klub helyzete is napirendre került a képviselőtestület szeptemberi ülésén. A gyöngyösi grémium utoljára ülésezett, már csak a jövő heti ciklusszáró ülésen találkoznak a képviselők. Rendkívüli előterjesztésként tűzte napirendjére a képviselőtestület a Gyöngyösi Atlétikai Klub pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. Az Egyesület elnökségének 5 tagja, valamint a felügyelőbizottság elnöke és egy tagja a napokban lemondott tisztségéről. A klub elnökével szembeni bizalomvesztéssel indokolták döntésüket, és a tisztúító közgyűlés mielőbbi összehívását kezdeményezték. A lemondott elnökségi és felügyelőbizottsági tagok közül a grémium előtt 4-en jelentek meg, hogy tájékoztatást adjanak a klub helyzetéről. A napirendi pont tárgyalására a képviselők meghívták Weiss Pétert, a klub elnökét is, aki azonban nem kívánt részt venni az ülésen. Az egyesületi tagságukat megtartó volt elnökségi tagok nevében Kozma Zsolt összegezte információjukat. Mint fogalmazott, 2,5 héttel ezelőtt szembesültek vele, hogy a klub másfél hónap alatt felérte az önkormányzat által júniusban nyújtott 15 millió forintos támogatást. A számlája gyakorlatilag üres, az augusztusi béreket nem tudják kifizetni, és a labdarúgó csapat MB3-as szereplése is veszélybe került. Elmondták, készítettek egy válságtervet, ami alapján az egyesület idei éve teljesíthető lenne, a képviselőtestület tájékoztatását pedig azért tartották fontosnak, hogy a tisztújításig tartson ki a 113 éves klub mellett, amelyben 200 utánpótláskorú gyermek sportol. A képviselők a hosszúra nyúlt vita végén arról határoztak, hogy javasolják a tisztújító közgyűlés összehívását és egy konszolidációs terv elkészítését, és azonnali elszámolást kérnek az idén nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásáról. A képviselők kérésére tájékoztató került a grémium elé a Mátrai Borokháza felújításáról. Mint a dokumentumból kiderül, a felújítási munkák a főtér 10 udvarában zajló színpadépítési munkák után kezdődhetnek, és a nyílászárók cseréje mellett festést, burkolást, asztalos munkákat és a vizes blokk teljes cseréjét foglalja magába. A beruházás a Mátrai Hegyközségi Tanács finanszírozásában valósul meg. A borokháza tervezett nyitása idén novemberben, az új évjáratos borok bemutatásával együtt Márton nap környékén várható. Az önkormányzat idén is csatlakozik a kormányzat által kiírt Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, amelynek célja a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok anyagi segítése. Ez a cél a központi és önkormányzati költségvetési források egyidejű felhasználásával valósul meg. Az ösztöndíj pályázat a felsőoktatási intézmények szociálisan hátrányos helyzetű, nappali tagozatos hallgatói számára nyújt rendszeres pénzügyi támogatást. A már felsőoktatásban tanulók esetében 10 hónapon, a 2020. szeptemberétől felvételre kerülő hallgatók esetében 3x10 hónapon keresztül. A gyaknál kialakult helyzetről nyilatkozott televíziónknak a felügyelőbizottság lemondott elnöke, és a gyak elnökét, Weiss Pétert is megkérdeztük. Az okokról eltérőek a vélemények, a tervek szerint hamarosan közgyűlésen egyeztethetnek a felek. A gyak életében 2019 tavasza jelentős változásokat hozott. A klub tagsága közgyűlésén Weiss Péter személyében új elnököt választott, valamint az elnökség is jelentősen megújult és 10 fős létszámra duzzadt. Az új vezetőség elsődleges feladatának tekintette a klub stabilitásának megteremtését gazdasági és erkölcsi téren egyaránt, valamint a felnőtt labdarúgók MB3-ban történő bemaradását tűzte ki fő célul. A futballcsapat eleget tett az elvárásoknak, és a klub ügyei is folyamatosan kezdtek rendeződni egészen szeptemberig, amikor 5 elnökségi tag és a felügyelőbizottság elnöke úgy döntött, visszaadja a felkérését. Azt gondoltuk, hogy rendbe kell tenni az egyesületet, nem csak a felnőtt csapatot, hiszen van egy egyesület, több szakosztály, ezeket működtetni kell, és hát nyilván van egy fő támogatónk, a Gyöngyösi Önkormányzat, ő felé is el kell számolni, hogy hát milyen reformok lesznek,
és hát sajnos ezek a reformok nem valósultak meg, most azt látjuk. Mint egyesült tagok szeretnénk ezt tovább folytatni, szeretnénk egy közgyűlést, rendkívüli közgyűlést összehívni, a közgyűlés elé tárni a kialakult helyzetet, és a közgyűlés döntse, hogy hogyan tovább, mi az egyesület koncepciója, mert ilyen pillanatban azt látjuk, hogy van egy tologatás, időtologatás, menekülés előre, de sokkal több kárt okoz az, mintha most tiszta vizet öntenénk a pohárba. A klub elnöke Weiss Péter elmondta, nem könnyű feladat működtetni egy amatőr sportszervezetet, de ahogyan a közelmúltban, úgy a jövőben is igyekszik mindent megtenni azért, hogy a klub továbbra is valamennyi szakágában működőképes maradjon. Amikor átvettem évelején a Gyöngyösi Atlétikai Klubot, kaotikus helyzet volt. Mind a likviditás, mind a gazdálkodás, mind a számviteli fegyelem sérült, egy nehéz helyzetbe levő egyesület, amelynek többfelé, MLS felé is jelentős tartozásai voltak. Pénzt nem tudunk gyártani, de nincsenek elmaradásaink. A csődhelyzethez több hónapos lemaradás kell, ami nincsen. Egy hónapos nincs, mert szeptember 1-jével mindenki van fizetve. Szeretnénk előre menekülni, és szeretnénk, ha ez egy stabil csapat volna. Természetesen mi is össze fogjuk hívni a közgyűlést, mert senki sem ragaszkodik mindenáron. De ahhoz, hogy működjön, mindenkinek mindent meg kellene tenni. A gyak életében az elmúlt évtizedekben voltak már hasonló hullámvölgyek. A közös akarat és a klub, valamint a város iránti elkötelezettség azonban mindig hozott megoldást a bajban. Reméljük, most is ez a forgatókönyv lesz majd az igazi. Szükség van a családok mindennapjait megkönnyítő intézkedésekre városi szinten is. Ehhez a kormány minden segítséget megad. Ezt mondta a Klausmann Viktor polgármester jelölttel tartott közös sajtótájékoztatóján a család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin hozzátette, fontos, hogy szoros együttműködés alakuljon ki a kormány és a városvezetés között. Babaváró támogatás, autóvásárlási kedvezmény a nagycsaládosok részére, jelzálog hitelcsökkentés, otthonteremtési kedvezmény, bölcsődei férőhelyek növelése. A kormány családvédelmi akciótervének ezen elemei már július 1-től elérhetőek, jövő év elejétől pedig életbe lép a nagyszülői gyed és az SZJA mentesség, mondta a család és ifjúságügyért felelős államtitkár. 2010 óta folyamatosan bővítjük a családtámogatásokat. Ma már a költségvetésben több mint kétszer akkora forrás van, mint amekkora 2010-ben volt a családok támogatására. Tehát mondhatjuk azt, hogy azoknak az élethelyzete, akik gyermeket nevelnek, javult az elmúlt években. Ez a célunk a jövőre nézve is. Ezért a jövő évi költségvetésben már 2,5-szer akkora összeg áll rendelkezésre, mint 2010-ben. Novák Katalin úgy látja, Gyöngyös jelenleg nem él a lehetőségeivel, és szükség van egy olyan városvezetésre, mely nyitott a kormánnyal való együttműködésre és teret enged a fejlődésnek. Klausmann Viktor a sajtótájékoztatón elmondta, fontos feladatának tekinti, hogy a helyi családalapítás előtt álló fiataloknak olyan lehetőségeket teremtsenek, amelyek révén azt érzik, van miért itt élniük vagy visszatérniük Gyöngyösre. Mi még azt gondolom, vagyunk annyira ambíciózusak, a gyerekeink fiatalok, egy olyan város szeretnénk számukra, ami itt tartja őket, vagy ha el is mennek, akkor visszajönnek, és önös érdekből a nagyapjukat, az apjukat néha-néha meglátogatják, gondozzák. Kezd előregedni Gyöngyös, több mint 30%-a nyugdíjas és szépkorú. Eddig több mint 1000 kérdőívre kapott válasz érkezett a Városom Szeretlek Egyesülethez. Így Klausmann Viktor elmondta, látják, melyek a megoldásra váró feladatok a városban. Figyelemmel az útra elnevezésű összehangolt közúti ellenőrzést tart a héten a rendőrség. Az európai kampány során elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik, de nagy hangsúlyt kap a csetelés, a közösségi oldalon élőben való bejelentkezés és a szelfizés is. Akit a rendőrség rajta kap, 10 000 forintos helyszíni bírsággal sújtják. Sorra állítják le az autósokat a rendőrség munkatársai a Püspöki úton. Forgatásunk ideje alatt is több autós használt mobiltelefont vezetés közben, ezért terelik félre a járművezetőket. A rendőrség vasárnapig tartja a figyelemmel az útra elnevezésű közúti ellenőrzését, a balesetek megelőzése és a figyelemfelkeltés érdekében. Nagy hangsúlyt kap a figyelem elvonását veszélyeztető egyéb cselekmények ellenőrzése és kiszűrése, mint például a jármű vezetőjének menet közbeni csetelése, a közösségi oldalon élőzés, vagy éppen a szelfizés.
felhívjuk a járművezető figyelmét, hogy az ellenőrzés időszakán kívül is tartózkodjanak minden ilyen jellegű figyelemelvonó tevékenységtől. Tavaly szeptemberben kétnapos volt az ellenőrzés, akkor országszerte több mint 12 ezer autóst állítottak meg. Menet közben kézben tartott mobiltelefon használat miatt 1123 szabálysértési eljárást indítottak. Nagyon veszélyesnek tartom, mert ugye teljes mértékben elvonja a figyelmet a vezetésről, és ezáltal már volt halálos baleset, egyéb baleset, úgyhogy ha valakinek nagyon fontos, és esetleg olyan munkája van, akkor csak kihangosítóval. Akit rajta kapnak, a 10 000 forintos helyszíni bírság mellett 3 büntetőpontot is kap. A telefonhasználatot letagadni nem érdemes, hiszen a rendőrség kamerafelvétellel tudja bizonyítani a menet közbeni mobilozást. A Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztiválon nyitotta meg a Magyarország borvidékei elnevezésű bélyeg bemutatóját a Vince Bertalan Mátra Vidéki Bélyeggyűjtők Egyesülete. Az október 5-ig megtekinthető gyűjtemény eddig még sehol sem került bemutatásra. A Mátra Művelődési Központban kiállított sorozat Kocsis József gyöngyös halászi helytörténész és dr. Csizmazi a darab József szőlőnemesítő bélyeg és borcímke gyűjteményéből áll. Ha röviden kellene mind a kettőjük munkásságát bemutatni, akkor azt mondhatnám, hogy a kutatás, a szenvedély és a kitartás az jellemezte mindkettőjüket így közösen összefoglalva. És ennek az eredménye az, amit letettek egyrészt a magyar bélyeggyűjtésben, hiszen a Magyarországi Borvidékek sorozatot dr. Csizmazi a darab József kezdeményezésére készítette el a Magyar Posta. Kocsis József 1978-ban vett részt először bélyeg kiállításon, azóta is gyűjti a magyar szőlő- és borgazdaság filatéliai dokumentumait. Dr. Csizmazi a darab József a szőlő- és bor témájú bélyeg gyűjteményével több hazai és külföldi kiállításon is megjelent már. A magyar borvidékekről szóló sorozat kiadásával a szőlő nemesítéssel megszületett magyar szőlőfajtákat kívánta bemutatni. Mondta el a megnyitó beszédében édesapja munkásságáról, ifjabb Csizmazi a darab József. A Magyar Borvidékek bélyeg sorozatot 1989-ben gondolta ki, és majd 19 év kellett ahhoz, hogy mind a 22 címlet megjelenhessen. Igen fontos volt a szakmai együttműködése Varga Pál grafikus művésszel, aki az összes bélyeg címletet tervezte, és aki a szőlőfajtákat ampelológiailag helyes formába ábrázolta a bélyegeken. A bemutatóval dr. Csizmazi a darab József születésének 100. és Kocsis József születésének 85. évfordulójáról emlékeznek meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség által életre keltett Bozsik program idei őszi sorozata is elkezdődött. Gyöngyös, mint a környék fő bázisa és egyben alközpontja, most is sok 7-8 éves kisfiút és kislányt vonzott a fesztiválra. Ilyenek voltak például a Kácsor testvérek is, akik már nagyon várták a rajtot, és egyiküknek már van kedvenc játékos példaképe is. Ronaldo. Na, és Ronaldót miért tetszik? Mert nekem szimpatikus, gyors, meg jól focizik, mert hát ő a legjobb focista a bajnokságban, meg Messi. Helyes. Neked? Nekem nem tudom senki. Mbappé? Na? Nem. Mbappé se? Mbappé se. Egy biztos, hogy gyerekek szeretnek focizni, és már alig várták, hogy elkezdődjék az őszi sorozat. Így volt ezzel Nagy György Gábor is, aki az esemény házigazdájaként kellő izgalommal várta a rajtot. Ezzel kezdjük a szezont is, mert a hétfői napon sajnos az esős időjárás miatt az U11-U13-as torna elmaradt, de a mai napon meg tudjuk rendezni az U7-U9 számára a fesztivált. Mint látható, elő vannak a pályák készítve, remekül előkészített pályákon, természetesen kímélve a pálya közepét, hogy nehogy gondot okozzunk vele, hogy probléma legyen belőle. Igazából úgy látom, hogy nagyon lelkesek a gyerkőcök, nagyon sok gyereknek első fesztiválja lesz, hát meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. A helyszínen 11 000 négyzetméteren több mint 10 pályán kezdődhetett a foci. Volt, ahol a Funinho négykapus játékot próbálták ki a gyerekek, volt, ahol egyéni képzés zajlott, és volt, ahol a hagyományos kétkapus meccsek zajlottak a sportúti gyepen, ahol egészen bizonyos, hogy egy-két gól mindenki számára jutott a másfél órás program keretében.
Indulása óta már 310 ezer család kapott támogatást az Otthon Melege programban, amely újabb kiírással folytatódik. A támogatás a társasházi távfűtéses lakások fűtési rendszereinek szabályozhatóságát szolgálja majd, valamint a radiátor cserét. A keret összeg 2 milliárd forint. A vissza nem térítendő támogatás mértéke az elszámolható költségek 10% és 50% között lehet, lakásonként maximum 350 ezer, pályázatonként maximum 75 millió forint értékben, írja a profitlife.hu. Az idei szélsőséges időjárás nem volt jó hatással a zöldségfélék hozamára, írja a Világgazdaság. A zöldborsó termés átlagosan 5 tonna körül alakult, ami éppen csak fedezi a termelés költségeit. A kukorica és a hagyma termés átlagosnak ígérkezik, a paprika termelők azonban gyenge vagy közepes szezonra számíthatnak. A gyökér zöldségek termés kilátásai biztatóak, a káposzta termelők átlagos évre számíthatnak. Az aktuális végén pedig főbb híreink következnek egy-egy mondatban. Elszámolást kérnek a gyaktól, üléseztek a képviselők. Figyelemmel az útra, összehangolt közúti ellenőrzés. Magyarország borvidékei bélyek kiállítás a Művelődési Házban. Önök Gyöngyös és térsége híreit látták csütörtökön. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap ugyanitt, ugyanebben az időben várjuk Önöket friss hírekkel. A viszontlátásra!